Ez itt a Pannon Televízió híradója, köszöntöm Önöket, Kókai Mónika vagyok. Október 6-a Bruno és Renáta névnapja van. 170 éve Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. 93 éve Budapesten felavatták a Batthyány örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. Valamint 68 éve megkezdte rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Az aradi vértanúkra emlékeztek Magyarországon és Vajdaság szerte. Előrehozott parlamenti választást tartottak ma Koszovóban. Szerbiába látogat holnap a török elnök. Megnyerte a tókiói 500-as ATP tenisztornát Novák Djokovic. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A vajdasági magyarság ma Bánáti Eleméren Kisernő honvédtábornok sírjánál gyászmisével és koszorúzással rótta le kegyeletét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. A megemlékezés gyászmisével kezdődött a Szent Ágoston templomban. A szentély alatti kriptában nyugszik Kis Ernő honvédtábornok. A gyászmisét Monsignor Fischer János általános helynök celebrálta a pap testvéreivel. Kis Ernőnek a templomkertben 3 éve felállított mellszobránál Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet. Október 6-ának és ezzel párhuzamosan az 1848-49-es magyar forradalomnak és szabadságharcnak azt gondolom, mára vonatkozóan több üzenete is van. Egyrészt a nemzeti összetartozásé, másrészt a nemzeti egységé, harmadrészt pedig a közös élményé. Annak a közös, az a közös élmény, ami összekovácsolta, összetartotta a nemzetet egy meglehetősen nehéz periódusban. Október 6-a mélyen belevésődött a délvidéki magyarság tudatába, hiszen az aradi vértanúk csak nem fele ehhez a vidékhez kötődött. E tájnak olyan történelmi múltja van és olyan öröksége, amelyet ma a 21. században talán úgy tudnék megfogalmazni, hogy a legnehezebb időszakban is hűség a hazához, hűség a hithez, hűség a nemzethez. Bár 1848-49-ben valójában akkor született a magyar nemzet, a mai napig úgy érzem, hogy az összefogásnak, a közös igazságnak az öröksége az, amely ma is olyan üzenetet tud megfogalmaztatni velünk, amely nélkül azt hiszem, hogy se megmaradni, se tovább élni nem tudunk. Mint elhangzott, a megemlékezésnek külön jelentősége és üzenete van a vajdasági magyarság számára. Hát, hogy mit jelent a mi szabadságunk, valójában ragaszkodás önazonosságunkhoz, a magyarságunkhoz, hogy a gyerekeink magyarul járjanak iskolába, a magyar oktatásban részesüljenek, hogy megőrizzük a magyar művelődési egyesületeinket, és ugyanakkor, tehát mi is ismerjük a történelmet, persze az idősebb vagy a középkorú generáció, de adjuk át ezeket az ismereteket a fiatalabbaknak is, hogy aztán majd unokáinknak is, tehát hogy ne feledkezzünk meg a hőseinkről. A megemlékezésen a vajdasági magyarok demokratikus közössége is megjelent. A múlt század 90-es éveinek elején indultak újra az identitás megőrző megemlékezések. Október 6-a számunkra az bizonyítja, hogy mindig van remény, és mindig érdemes harcolni, kiállni az igazságért, kiállni önmagunkért, megharcolni még akkor is, hogyha a legdrágábbat kell adnunk, az a saját életünk. És akkor sem nem szabad reményt veszíteni, amikor már úgy tűnik, hogy mindaz a harc, ami mögöttünk van, az talán értelmetlen volt. Az anyaország, a politikai pártok, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait Kis Ernő szobránál, illetve megkoszorúzták a szentély alatti sírját. Magyarország nevében Pintér Attila és Csalóközi Eszter, szabadkai főkonzul koszorúzott.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk emléknapján ma reggel a parlament előtti Kossuth téren Budapesten. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbóca marad a nemzeti gyásznapon. A központi rendezvénysorozat Budapesten a Fiumei úton a Batthyány mauzóleumnál folytatódott. Katonai tiszteletadás mellett Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták, majd fél árbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján a parlament előtti Kossuth téren Budapesten. Miniszter úr, Szudár Csaba százoros, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt október 6-a nemzeti gyásznap alkalmából Magyarország lobogójának felvonására és fél árbócra engedésére. Az engedélyt megadom. A központi rendezvény sorozata Fiumei úton a Batthyány mauzóleumnál folytatódott. Beszédet mondott Áder János, magyar köztársasági elnök és Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Tarlós István azt mondta, az aradi vértanúk hazafias kiállásuk, egyenes jellemük, nemzethez való hűségük, szabadságvágyuk okán voltak készek elszenvedni az erőszakos halált. A magyarság évezredes történelme bizonyítja, hogy népe jó részt erős és elszánt patriótákból állt, akiknek köszönhető, hogy történetének kezdete óta megőrizte független nemzeti mi voltát, nyelvét és önálló identitását. A magyar hagyományokban mélyen gyökerezik az aradi vértanúk emléke. Áder János magyar államfő emlékeztetett, a tragikus sorsú első magyar miniszterelnököt igaztalan vádak alapján csupán bosszúból ítélték halálra. A megrendítő halál, a lőporfüst, a puszta kezdőbetűkkel jelzett első sírbolt, de még a második nyughely, a díszes mauzóleum is képes elfeledtetni egy tiszteletre méltó életet. Mintha Batthyány minden államférfiúi erényét végérvényesen magába olvaszotta volna, hogy mártírként halt meg. Pedig Batthyány Lajos nem csak meghalt Magyarországért, hanem élt, dolgozott, küzdött érte. A beszédeket követően koszorúzással és néma főhajtással tisztelegtek a vértanú halált halt egykori miniszterelnök és mártírtársai, valamint a forradalom és szabadságharc hősi halált halt áldozatai előtt. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át. A kivégzések feltételezett helyszínén állított Obelixnél délután megkezdődtek az emlékünnepségek Aradon. A szabadságharchoz és a vértanúkhoz történelmi szálakkal kötődő minorita rend képviseletében Blénesi Róbert aradi házfőnök, belvárosi plébános mondott fohászt a kivégzettek lelki üdvért, majd elhelyezték az emlékezés koszorúját a magyar kormány, az RMDS, a különböző romániai és kárpát-medencei civil szervezetek és a történelmi magyar egyházak képviselői. A megemlékezés az aradi minorita templomban tartott gyászmisével, később pedig az aradi szabadság szobornál koszorúzással folytatódott. Semjén Zsolt Magyarország miniszterelnök helyettese, emlékeztetve a vértanúk emlék ápolásának fontosságára úgy fogalmazott: Aradon lenni ünnep, Aradon lenni fájdalom, Aradon lenni kötelesség. A Vajdaság szerte megtartott további megemlékezésekről a híradó folytatásában láthatnak összefoglalókat. Tizenkilenc órakor bezárták a szavazóhelyeket Koszovóban. Márko Gyurić, a szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője szerint a számos akadály ellenére a koszovói szerbek lényegesen tömegesebben vettek részt a választásokon, mint az albánok. A szavazóhelyek bezárásáig csak kisebb szabálytalanságokról érkeztek hírek. Pristinában egyes választóhelyeken eltűntek a szavazólapok, amiket a központi választási bizottság később pótolt. Rádovics településen a választóbizottság két tagját letartóztatták hivatali visszaélés gyanújával. Pécsfaluban pedig a voks leadása után szívrohamban elhunyt egy 68 éves személy.
Egyéb rendbontásokról vagy összetűzésekről nem érkeztek információk. Az Exit Poll és a Pristinai Választási Intézmény előzetes eredményei szerint az Albin Kurti önrendelkezés nevű mozgalom vezet a Koszovóban megtartott parlamenti választáson. Ők a voksok 28,1%-át birtokolják. Őket követi kevéssel lemaradva a Koszovói Demokrata Szövetség, Isa Mustafa tömörülés 27,9%-kal. Számos vállalkozóval együtt érkezik holnap Belgrádba Recep Tayyip Erdogan. A török elnök szerbiai látogatása a két ország politikai és gazdasági kapcsolatát erősítheti, írja a szerbiai RTV. Tavaly Szerbia és Törökország kereskedelmi árucsere forgalma meghaladta az 1 milliárd eurót, ugyanakkor Szerbiában több mint 500 török vállalat van. A kétnapos látogatás során pedig még 5-öt nyithatnak meg. Elhelyezik majd egy gyár alapkövét, valamint elkezdődik a Szerbia és Bosznia-Hercegovina közötti autópálya építése is. Erdogannal 200 vállalkozó és új török befektetések érkeznek az országba, írja a szerb közmédia. Idén ünnepli 800 éves önállóságát a szerb pravoszláv egyház. A központi ünnepség Szerbiában liturgiával kezdődött ma a Zsica kolostorban, és az elkövetkező napokban még számos rendezvényt szerveznek. A szerb pravoszláv egyház jubileumát Alekszandar Vučić szerb elnök védnöksége alatt ünneplik. Szent Szávának, az önálló szerb ortodox egyház alapítójának és első szerb érsekének köszönhetően, aki 1219-ben megszerezte a szerb egyház önállóságát, a szerb népnek sikerült megmaradnia, sikerült legyőznie a rengeteg kísértést és gyötrelmet, mondta Irinei pátriárka. A Zsica kolostorban megtartott liturgián mások mellett Ivica Dačić kormányalelnök és külügyminiszter is részt vett. A szerbiai választásokat megelőző első konzultációját tartotta meg Alekszandar Vučić államfő, a szerb haladó párt elnöke, Rasim Ljajićjal, a szerbiai szociáldemokrata párt első emberével. A találkozóról Vučić számolt be Instagram oldalán. Mint fogalmazott, hosszú idő után a vasárnap nem csak az államfői, hanem most már a párt tevékenységekről is szól. Az első egyeztetés pedig barátjával, a szerbiai szociáldemokrata párt elnökével történt, áll a bejegyzésben. Szerbiában várhatóan márciusban vagy áprilisban tartják a soron következő parlamenti, önkormányzati és tartományi választásokat. A II. Világháborúban elesett ártatlan áldozatokra az 1941 és 1943 között megölt szerbekre, zsidókra, romákra, antifasisztákra és a népfelszabadító mozgalom tagjaira emlékeztek ma Jajinciben, az ország területén lévő egyik legnagyobb vesztőhely emlékhelyén. A Belgrád közelében Vozdovac községben lévő település emlékművénél a főváros alpolgármestere Goran Vesić és a harcosügyi kérdésekkel megbízott miniszter Zorán Györgyevics is koszorúzott. Györgyevics elmondta, a fasizmus és a nácizmus olyan ideológiák, amelyeknek nem lehetnek jövőben követőik. Itt, Jajinciben a náci terror áldozataira emlékezünk, de nem csak rájuk, hanem a rettenhetetlen elődeinkre is, akik nem estek kétségbe a nehéz időkben, amikor nem volt remény és kiút a népünk számára, tette hozzá Györgyevics. Holnaptól beindul a meleg próbaüzemmód a szabadkai távfűtőrendszerben. A tényleges fűtés kezdetére azonban még várni kell, írja a subotica.com hírportál. Amint egy 10 000 felhasználónak fűtést biztosító szabadkai távfűtőművek tájékoztatása szerint akkor indítják be a rendszer teljesen, ha 3 egymást követő napon 21 órakor 14 fok alatt lesz a hőmérséklet. Az időjárás előrejelzések szerint azonban legalább 10 napot mindenképpen várni kell még a fűtési szezon kezdetére. Szerbiában minden hónapban mintegy 1 millió tonnányi hulladék keletkezik, ezek pedig elsősorban a hulladéklerakókra és a folyókba kerülnek. Csupán 10%-át dolgozzák fel, így azok, akik hulladékfeldolgozással foglalkoznak, kénytelenek külföldről behozni a szemetet. Tavaly több mint 230 000 tonnát importáltak, ebből 1 000 tonna veszélyes hulladék volt. Szerbiában jelenleg a csomagolási hulladék csupán 1/3-át gyűjtik össze. A víz, az üdítő
termelők a tej, valamint a joghurt csomagolását is újra lehetne hasznosítani, ahelyett, hogy a folyókba kerülnének. Jövőre Szerbiában is mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy a csomagolásokat meghatározott helyekre vigyék, és ezért a polgároknak is járna valamilyen haszon, mondta korábban Goran Trivan, szerb környezetvédelmi miniszter. Egyébként azokban az országokban, ahol a dobozokért és üvegekért pénzt kapnak a polgárok, a csomagolási hulladék 90%-át is összegyűjtik. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Pas Andrea előadásával nyitotta meg az évadot a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Kisebb felmelegedés jön jövő héten. A vajdasági születésű vértanúra Bogdánffy Szilárdra emlékeztek ma szülőfalujában a bánáti Feketeton. Az egykori püspök 1953-ban halt meg, 42 évesen a romániai Nagyenyeden. A 2010-ben 16. Benedek pápa idején boldoggá avatott Bogdánffy Szilárd püspökért szólt a harang vasárnap szülőfalujában, Feketeton. Egészen a közelmúltig majdnem feledésbe merült a vértanú emléke. Hajdú Sándor csókai plébános 2011-ben karolta fel a megemlékezés ügyét. Azóta minden évben Bogdánffy halálának október 2-ai évfordulójához legközelebb eső vasárnapján emlékeznek a falu szülöttjéről. Itt Feketeton élt ő, növekedett föl. Igaz, hogy itt is született. A csókai templomban van keresztelve, a csókai anyakönyvben van beírva a keresztelése, de itt volt a templom melletti épületben, volt, akkor még közös volt templom és iskola, köznapon iskola volt, vasárnap templom, és az édesapja volt a tanító, tehát így lakott, élt itt ebben a házban. Boldog Bogdánffy Szilárd az egykori Csanádi egyházmegyén keresztül került Nagyváradra. Az egyházi vezetőket célzó üldöztetések áldozata lett Romániában. 1949. április 5-én az állambiztonsági szervek letartóztatták. 4 év alatt ítélet nélkül megjárta Románia több rettegett börtönét. Koncepciós perére 1953-ban került sor. 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett kínzások és egy súlyos tüdőgyulladás következtében, amelyre nem kapott gyógyszert, a nagyegyedi börtönben 1953. október 2-án elhunyt. Bogdánffy Szilárd püspökben, vértanú püspökben egy olyan példát láthatunk magunk előtt, akinek üzenete van a mai világban és a mai világ számára is. Úgy, ahogyan látjuk, hogy a mai időkben sem könnyű kereszténynek megmaradni, nem könnyű megőrizni az értékrendünket, ugye a keresztény értékrendünk, az identitásunkat, hitünket, és szükségünk van olyan támpontokra, amelyekre tudunk ugye hagyatkozni, vagy forrásokra, amiből tudunk meríteni, és az ő élete egy ilyen forrás, egy ilyen támpont. A Bogdánffy Szilárd emlékének szentelt szentmisére a nagyváradi egyházmegye képviselői mellett a környék számos plébánosa elzarándokolt a vértanú szülőfalujába. A dán Adam Janics szobor előtt emlékeztek az aradi vértanúkra. Először a helyi vadvirág hagyományápoló kör asszonykórusa énekelt el a himnuszt, majd az egyesülethez tartozó versmondók következtek. 2011-ben állították fel a helyi Adam Janics emlékművet, amely a budakalászi önkormányzat ajándéka volt. A 170 évvel ezelőtt mártír halált halt aradi vértanúk szabadságáért hozott áldozatvállalása szimbólum lett. Ahol magyarok élnek a világban, ott vannak olyan események, olyan napok, amelyek mindenképpen emlékezésre adnak okot. Ezek egyike az aradi vértanúk emléknapja is. Mondta el Fenyvesi Zoltán, a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke.
Én azt gondolom, hogy éppen az Aradnak a jelentősége, hogy meg kell, hogy béküljünk néha egymással. Vannak ellentéteink, az ellentéteken fel kell emelkedni, és éppen Arad példája az, amikor lehet felemelkedni eseményeken. Gruber Ferenc, a Millecentenáriumi Emlékbizottság elnöke elmondta, ami akkor történt, példamutatás a fiataloknak, hogy a szabadságért áldozatokat kell hozni, olykor nem is keveset. A hősök példát mutattak, hogy sokszor felől kell múlni, ugye tudjuk, hogy legtöbb ugye katonatiszt volt, császári és jómódú katonatiszt, sőt ugye kisernőről ugye egy gazdag földbirtokos volt, és hajlandó volt lemondani a, tulajdonképpen a vagyonáról, és hát ugye ő állt át az osztrák csapatoktól, az osztrák császári csapatokból a szabadságharc csapataihoz, és hát ugye Kossuth hadseregébe harcolt. Az adai megemlékezés végén a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, Magyarország szabadkai főkonzulátusának képviselője, a községi képviselőtestület és a helyi pártok vezetői, valamint a községi civil szervezetek koszorúzták meg a Damjanich emlékművet. Alkalmi műsorral emlékeztek Kishegyesen az aradi vértanúkra a helyi színházteremben. Az eseményen megkoszorúzták továbbá az első világháborús emléktáblát, valamint a második világháború és a 90-es évek háborús áldozatainak emlékművét is. Zsúfolásig megtelt a Kishegyesi Színházterem az Aradi 13 című előadás premierjére. A rizgettős táncegyüttes, a Juhász zenekar, valamint Molnár Róbert színész és Hajvert Ákos Radnóti díjas versmondó közreműködésével látványos és megható módon mutatták be az aradi vértanúk történetét. Az aradi 13 vértanú előtti tisztelgés az, ami elsősorban a célunk volt, valamint hogy a közönséghez, talán inkább a diákokhoz közelebb hozzuk ezt a fájó pontot a történelmünkből. Tanulhatnak is erről az iskolában. Kicsit megérteni az okokat, indokokat talán könnyebbítettük. A kishegyesiek 250 éve telepítették be a falut, éltetik hagyományaikat és büszkék múltjukra. 170 évvel ezelőtt itt volt a forradalom és szabadságharc utolsó győztes csatája, amelyben a Gulyon Richárd vezette magyar sereg visszaverte Jelacsics bán csapatait. 1849. július 14-én Kishegyesen volt az utolsó győztes csata, a szabadságharc utolsó győztes csatája, és az 1848-as, 49-es szabadságharc így kapcsolódik Kishegyeshez, és hát az aradi vértanúk napja és a nemzeti gyásznap 170. évére ezzel a műsorral emlékezünk, és így róljuk le tiszteletünket elődeink előtt és a kivégzett honvédtisztek előtt. Nemzetünk számára október 6-a ugyan gyásznap, de Kishegyesen egyben ünnepnap is, hiszen azt ünnepeljük, hogy 170 év után a fiatalok ilyen előadást tudtak megalkotni. Emelte ki köszöntőjében Sutos Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke. Az a tény, hogy itt ma egy előadás bemutatójára jöhettünk össze az aradi vértanúk emléknapjának előestéjén, ezt akarja erősíteni, az, hogy az itteni közösség is hogyan éri meg ezt a történelmi örökséget, hogyan gondol hazaszeretetre, hogyan gondol nemzetszeretetre, miként látja a szülőföldhöz való hűséget, és miként látja a történelmi példaképek, a magyar történelmi példaképek iránti hűséget, tiszteletet. Az előadáson jelen volt Csige Gábor, a szabadkai magyar főkonzulátus vezető konzulja, valamint a vajdasági politikai és közélet képviselői. Megkoszorúzták a színház falán lévő első világháborús emléktáblát, majd a színház előtti parkban a második világháború áldozatainak és a 90-es évek háborús áldozatainak emlékművét is. Ma délután Óbecsén a belvárosi római katolikos temetőben is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Az 1848-49-es szabadságharc Óbecse határában elesett áldozatainak emlékművénél megtartott ünnepségen Fuderer László plébános mondott imát az áldozatok lelki üdvért. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjai pedig rövid alkalmi műsort tartottak, majd a résztvevők megkoszorúzták az emlékhelyet. Ünnepi beszédet Rózsa Péter történelem tanár mondott. Október 6-a nem egy végállomás lett,
hanem a megtorpantása az eltiporhatatlan szabadságvágynak, egy megfojtási kísérlete a történelmi nagyságunknak. Haláluknak csak a feltámadás adhatott értelmet. Erőt merítettek a túlélők, emlékükből táplálkoztak a későbbi nemzedékek. És nem sokára megtörtént a csoda. Magyarország a kiegyezéssel elnyerte a feltámadásszerű szabad belső életét, látványosan a fejlődés útjára lépett, hathatósan hozzájárult a világ tudományos fejlődéséhez, sok mindenben lenyűgözte a világot. Magyar Kanizsán a nagy temetőben az aradi vértanúk faragott táblája előtt emlékeztek meg a helyiek az 1849. október 6-i eseményekről és az aznap kivégzett Batthyány Lajosról, Magyarország első miniszterelnökéről. Az eseményen az emlékezés koszorúit a Magyar Kanizsai Önkormányzat, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a helyi közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői helyezték el. Az alkalmi műsoron pedig Kávai Szabolcs helyi történelem tanár mondott beszédet, aki Damjanics János életútját taglalta. Damjanics János egy szívemhez egyik, tehát legközelebb álló mártír áldozat volt az aradi vértanúk közül. Nem csak azért, mert tehát a mi vidékünkről, illetve a katonai határőrvidéken született szerb családban, hanem az a kitartás, az a bátorság, az a makacság, amely végigkísérte az életútját. És egyébként elmondanám azt is, hogy a környezet, amelyben szocializálódott, vagy a származása, azt határozta volna meg, hogy a másik oldalon harcoljon, a Habsburg, a bécsi kormányzat oldalán, de mégis valami belső lelkiismereti sugallat a magyar barikádokra sodorta őt, és vállalta a hősi halált 1849. október 6-án. A múltunkra alapozzuk a jövőnket, példát merítünk az elődeinktől. Ezzel a gondolattal mutattak be emlékműsort az aradi vértanúk előtt tiszteletbe Szabadkán, a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület székházában. A Veronika Népdalkör hazafias magyar katonadalokat énekelt. Jónás Gabriella színész korabeli idézeteket mondott. Török Orsolya pedig megzenésített verset mutatott be. Az ünneplőkhöz Balcsák Szilárd atya, a szabadkai Kisboldogasszony templom plébánosa is szólt. Elmondta, az aradi vértanúk bátran a hazánkért és a nagybetűs szabadságért adták az életüket, bátorságukat pedig a hitükből merítették. Ilyen volt a zombori származású Schweidel József is. Egy feszületet vitt magára minden harc alkalmával, és ezt a feszületet az utolsó útjára is elvitte, sőt úgy halt meg, hogy a szívéhez szorította ezt a feszületet. És a gyóntatópapját megkérte arra, hogy ezt a feszületet aztán az ő halála után adja át a fiának. Biztos vagyok benne, hogy a harcok alkalmával, a háború alkalmával sokszor nézett a feszületre. Lovasnappal egybekötött bográcsfőző versenyt tartottak ma Ludason. A látogatók lovas bemutatót és fogadhajtást láthattak, a legkisebbek pedig póni hátra is pattanhattak. A helyi közösség szervezésében idén már 10. alkalommal tartották meg a betyárnapot. A hideg esős idő ellenére 60 bogrács alá gyújtottak be reggel a betyárnapon. Csak nem ezren ügyeskedtek a birka, marha, illetve a disznó pörkölt körül a ludasi vásártéren. Kijöttünk, 7:30 előtt kiértünk, és esett az eső, hogy fölvesszük a húst, amit megrendeltünk, és hazamegyünk, otthon megfőzzük. De aztán meggondoltuk, elállt az eső, és nem bántuk meg, nagyon jót főztünk, disznó pörköltet. Szőrén lovagolják a pónikat a magyar kanizsai babarci lányok. A kislányok úgy tartják, hogy a kengyel segíti a lovast, de a lovaglónak bármikor beakadhat a lába a kengyelbe, ami akár baleset veszélyes is lehet. Ezért ők szívesebben ülik meg szőrén az állatokat. Rips-rops felpattannak a lovakra. Kis pónikat szerettem legjobban, de nagyon is lovak, mert azon a lófajtán is szeretek ülni, csak nagyobban lelkesni róla. Ezért csak kisebbet felel, pattani rá, vissza is menjünk. Mondd el nekem, máma, milyen versenyben fog szerepelni? Jólopásban, meg pontosan már nem is tudom, milyen versenyekben.
Betyárok, lovasok, fogadhajtók. Mintegy 50-en érkeztek a lovas megmérettetésekre. A lovasok mindig különböző ügyességi programokkal készülnek, valamint fiákeres bemutató, fiákeres ügyességi verseny, nyerges ügyességi verseny, és hát ilyen betyáros, játékos megpróbáltatások, illetve kihívásos játékok, ahol a lovasnak az ügyességét, a lóval való együttműködését kell bizonyítani. Az immáron 10. alkalommal megrendezett betyárnapoknak hagyomány megőrző és hagyomány ápoló jellege van. A jövő generációjának átvinni azokat a tudásokat és tapasztalatokat, amelyek a betyárvilágot, a lovakat, a lovasokat, és egyáltalán a magyar gyökerekhez fűződő lovaglást is ápolják. A rendezvényen valódi betyárokat is láthatott a nagy érdemű, sőt, kirakodóvásárt is tartottak. A gyerekek póni lovakon gyakorolhattak, a főzőverseny legjobbjai pedig kitüntetéssel tértek haza. A hétvégén zajlottak a meghallgatások az idei tini ifjúsági énekes vetélkedőre. Temerinben a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színház termében 3 tagú zsűri véleményezte a résztvevők előadását. Kiválasztották azokat, akik részt vehetnek a november 16-án sorra kerülő döntőben. Fehér Barnabás Tordáról érkezett a vasárnap délelőtti meghallgatásra Temerinbe. Több mint egy hónapig készült zenetanárnője segítségével a versenyre. Már tavaly is részt vett a vetélkedőn, így tudja, melyik stílus illik hozzá leginkább. Ez szerint válogatta össze a dalokat. Egyébként is ilyen rock stílusban szoktam hazait hallgatni, és olyat próbáltam keresni, ami illik a hangomhoz, mert az is nagyon fontos. A szervezők és a zsűri egyaránt örül, hogy idén több jelentkező van, mint az előző években. Tini és ifjúsági kategóriában is nagy a választék, illetve műfaji szempontból is tarka a paletta. Idén mindkét kategóriában valamivel több van, mint az elmúlt években. Ami még érdekes, ugye, hogy műfajilag is elég szétszórt mondjuk a mezőny, tehát hogy mindenféle stílusban is találhatunk résztvevőket és jelentkezőket, a nagyon poptól az egész kemény heavy metalig is hallhatók résztvevők, és ez érdekes, tehát érdekes hallani, hogy milyen irányban érdeklődnek. A legjobbak mind a tini, mind az ifjúsági kategóriában november 16-án mutatkozhatnak be, immár a nagy közönség előtt. Csókán rendezték meg szombaton a Magyarországon életre hívott népzenei staféta átadó ünnepséget, amely 15 év után Vajdaságba is eljutott. A tavalyi évben Püspökladány után a szalagokkal díszített stafétát a csókai II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Rákóczi férfi kara vehette át. Így idén ők lehettek a népzenei találkozó házigazdái. Jövőre Óbecse viselheti ezt a címet. A Csókai Egyesület férfi kara a sok éves munkáért és kimagasló eredményeiért vehette át tavaly a Kóta, vagyis a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének köszönhetően a Vándor stafétát. Vajdaságban először őket érte a megtiszteltetés, hogy otthont adhattak a rendezvénynek. Nagyon örültünk neki, mert valójában ez is azt mutatja, hogy a Kóta értékeli azt, amit csinálunk, tehát értékeli azt a népdal előadási módot, amit képviselünk. Az egyesület ajánlására a Kárpát-medencét bejárt népzenei vándorstaféta még egy évig marad Vajdaságban, ugyanis jövőre Óbecse lesz a házigazda. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Botra férfi kórusa nyerte el a megtiszteltetést. Nagyon meglepett bennünket a fölkérés, hogy mi legyünk a staféta jövőbeni hordozója, mert ugye a staféta birtoklása azt jelenti, hogy annak az együttesnek hirdetnie kell a magyar népi kultúrát, és ezen belül a magyar népdal jótékony hatását társadalmunkra és egyáltalán az egészségre. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke a rendezvényen elmondta, megtiszteltetés, hogy két Bodor Anikó díjas együttes is megkaphatta az anyaországi népzenei vándorstafétát.
Vajdaságban marad ez a staféta, az egy nagyon fontos üzenet, azt hiszem. Másrészt az, hogy egy Bodor Anikó díjas csoport adja át egy másik Bodor Anikó díjas csoportnak, ami azt jelenti, hogy jó helyről jó helyre fog kerülni, és abban is biztosak lehetünk, hogy a Botra férfi kórus is nagyon jó csapatnak, nagyon jó közösségnek fogja ezt a stafétát a következő évben átadni. A népi motívumokkal díszített staféta a népzenei anyanyelv ápolásának fontosságát szimbolizálja és 2004-ben indult útjára. Alföldi Borús István, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének művészeti bizottsági tagja. A legjobb együttesek jutnak ehhez a vándorzászlóhoz. Olyannyira, hogy szinte az egész magyar nyelvterület már részesült ebben a vándorzászlóban vagy stafétában. A Dunántúlról, a Pest környékéről, a Tiszántúlról, a szlovákiai felvidékről szintén, és nagy öröm számunkra, hogy most itt a Vajdaságban két együttes is viselte, illetve fogja viselni rövidesen ezt a kitüntető címet. A népzenei staféta átadó ünnepségen összesen 8 együttes mutatkozott be, vajdaságiak és anyaországiak egyaránt. Az életmódváltás a kulcsa az olyan népbetegségek elkerülésének, mint a magas vérnyomás vagy a kettes típusú cukorbetegség. Hangzott el az Entai Be Home közösségi házban, ahol a Magyar Nemzeti Tanács szervezett egészséggel kapcsolatos előadást szombaton. A résztvevők kérdezhettek is dr. Kovács Tibortól, a Pécsi Tudományegyetem tanárától, klinikai szakorvostól. A közönség soraiban nem csak idősek, hanem fiatalok és környékbeli házi orvosok is helyet foglaltak. Az Egészség kihívásai napjainkban című előadás során elhangzott, hogy Magyarországon, illetve Szerbiában is hatalmas problémát jelent a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a dohányzás. Mindhárom vezető halálozási oknak számít a két országban. Nekem is magas a vérnyomásom, és hogy mégis valami újat hallok. Cukorbeteg nem vagyok, de nagyon jó volt ez az előadás, ugye ezzel az inzulinról, ez a rezisztenciáról, erről mondjuk most hallottam többet. Úgyhogy érdekesek ezek az előadások, és el kell jönni ilyenek, különösen a fiatalabbjának. Az említett betegségek főleg az elhízás, valamint a mozgásszegény életmód miatt alakulnak ki, mondta dr. Kovács Tibor. A szakorvos hozzátette, megelőzésükben kulcskérdés, hogy aktivizáljuk-e magunkat, és rendszeressé válik-e a testmozgás. A több mozgás mellett mindenképpen egy kicsit odafigyelni, hogy mennyit és mit eszünk, tehát gyakorlatilag azért ugyanúgy működik, mint általában az elhízás is, hogyha több energiát viszünk be, mint amennyit elmozog, meg elégetünk, akkor az lerakódik. Hogyha kevesebbet viszünk be, akkor eltüzeljük a sajátunkat, tehát valamiféleképpen ebbe az egyensúlyba próbáljunk belerakni. Ismert azt, például ezt nem is mondtam az előadáson, hogy 45 év felett a férfiak, azok átlag évente fél kilót híznak, tehát ennyit nő a testük, tehát egy kicsit tudatosabban érdemes odafigyelni az egészségünkre. Dr. Kovács Tibor előadása a Pécsi székhelyű Határokon túli Magyarságért Alapítvány, valamint a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából jutott el Vajdaságba. Rövid filmekkel, kis játékfilmekkel és dokumentumfilmekkel ünneplik idén a Vajdasági Magyar Mozgókép napját október 13-án. A közelmúltban készült 6 vajdasági filmet október 10-e és 14-e között Zomborban, Topolyán, Magyarkanizsán, Zentán, Újvidéken és Szabadkán mutatják be. Látható lesz Bicskei Zoltán Láttam című kis játékfilmje, a Brigáda, a Vajdasági Petőfi Brigád története című dokumentumfilm. Lavro Ferenc alkotása, aki a Megtartó Atya című filmet is jegyzi. Szloboda Szonya, Tudod milyen című kisfilmje, Nyári Ákos Szakítás című rövidfilmje, valamint Ifjabb Apci Jenő Tiszavirág című ismeretterjesztő filmje is szerepel a programban. Október 13-a a Vajdasági Magyar Mozgókép napja, Lifka Sándor ugyanis 1910-ben ezen a napon nyitotta meg Szabadkán az első filmszínházat.
Vas Andrea Újvilág című fiatalokat megszólító előadásával nyitotta az évadot a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. A darab az emberi kapcsolatok alakulásáról, a kirekesztő gondolkodásról, a szélsőséges mozgalmak születéséről is szól. Vas Andrea maga írja és rendezi előadásait. Az Újvilág egy problémafeldolgozó színház. Kérdéseket vet fel a társadalomban működő előítéletekről, a sérelmek által kiváltott agresszióról, a házasságról és válásról, de kész válaszokat nem ad. Ez egy nem túl eredeti történet, ez egy sablonos történet. Ugyanakkor ezt megpróbáljuk eléggé részletesen kifejteni, vagy egy olyan színészi játékkal, ami segíti a nézőt ennek a problémának a mélyére látni. Mindenek előtt orosznak kell lenni. Az előadás lakótelepi családdráma. A történet a múlt században játszódik Magyarországon, amikor rendszeresek voltak a balhék a skinheadekkel. A főszerepet játszó Gregus Lilla most debütált először kőszínházban. Nagyon boldog vagyok, hogy el se hiszem szinte, hogy itt lehettem, hogy anya mellett állhattam a színpadon, és nem csak anya mellett, hanem ezek a színészek mellett. És hogy a Népszínházban fordulhattam meg. Isten! Most Gerdély Hermina nagyon élvezte a közös munkát. Lányával most játszott először egy színpadon. Nagyon jó energiák voltak ezek, amiket itt mozgattunk ketten a próba folyamat alatt. Ebben nagyon, nagyon jó volt az is, hogy ugye egész nyáron nem volt itthon, mert a Tanya Színházban is játszott, és hát ilyen még nem volt, hogy két hónapig nem volt itthon, úgyhogy ez engem eléggé megviselt. Most viszont visszakaptam egy hónapra, tehát egy teljes hónapot reggel este együtt dolgoztunk. Az előadást a Jadrán színpadán játsszák, de tantermi darabként vinnék vidéki iskolákba is. A szervezett előadás után minden esetben beszélgetnek a darabban felvetett problémákról a diákokkal. Kisebb felmelegedés veszi kezdetét, az előttünk álló hét elején tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Hétfőn és kedden még csak 14-15 fok lesz napközben, ugyanakkor szerdán már 20 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála. A késő tavaszias időjárás az előrejelzések szerint egészen a jövő hét végéig folytatódik. Olyannyira, hogy egy hét múlva már akár 24 fok is lehet majd. Csütörtökön és pénteken ugyan számíthatunk majd esőre, de a hőmérséklet számottevően nem csökken. A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy október második fele csapadékos időjárást hoz majd. Megnyerte a tokiói 500-as ATP tenisztornát Novák Djokovic. A szerb világ első a mai döntőben két szettben 6-3-6-2-re verte az ausztrál John Millmant. Djokovic 110. döntője 1 óra 10 percig tartott. A győzelem után nincs csak ideje a szerb világ elsőnek, ugyanis már néhány nap múlva indul a sánkai tornára, amelyet tavaly szintén megnyert. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek, még egyszer röviden. Az aradi vértanúkra emlékeztek Magyarországon és Vajdaság szerte. Előrehozott parlamenti választást tartottak ma Koszovóban. Szerbiába látogat holnap a török elnök. Megnyerte a tokiói 500-as ATP tenisztornát Novák Djokovic. Köszönjük szépen a figyelmüket! Még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol a riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon Rádióban holnap ismét a reggelisekkel ébredhetnek, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig a napindító várja a hallgatókat aktuális információkkal és közéleti témákkal. Most következik a Föld szeretője című magyar filmdráma. A filmet követően pedig ismét aktuális hírekkel és információkkal várjuk Önöket. Na viszontlátásra!